be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt! Gábor! Hello. Jó reggelt, sziasztok! Gábor! Hello. Örülök, hogy látok benneteket. Elegáns vagy, mint mindig, de ma nagyon. Ez nem az érettségi zakód. Mi történt? Névnapod van? Második. Ahogy én szeretek, ugye? Ahogy én szeretek. Hát nem szeretni senki. Megtalálták a tisztítóba? De nem, tényleg, ma olyan nagyon-nagyon elegáns vagy. További fellépések? Előadások? Valami program, igen, orvosi. Hát figyelj, aki a Kossuth Rádiót is bevette, jelentették a hallgatóink, igen, hogy már ott is, mindenütt. Igen, előfordulok ott is. Nem rossz egyébként. Mindenhol ott vannak, tévében, rádióban, gyerekek, akit mi egyszer felfedezünk, megtaláljuk, azt utána zabálja a nép. Kasmír? Ja, igen, úgy látom egyébként, hogy eredeti Giacomo Puccini. Vagy be hiányoznák, ha már nem lennénk, ugye? És megint elvicceltétek a dolgot. Nem, tényleg elegáns vagy. Jogging van, a Ferin egy kockás ing, feltűnt ingújjal, Balázsan a szokásos kis póló, laza póló. Lazalább te hozd az eleganciát. Igen, muszáj tényleg. Hozom a trendeket. Figyelj, Gábor, viszont már most mondom, hogy jövő héten Salgó Tajnán, úgyhogy pihenjél egy hetet. Jó. És akkor két hét múlva folytatjuk, jövő héten ne gyere be. Jó? Ne gyere be, meg ne gyere erre. Emlékeztek erre a videóra? Mama marad. Mekkora klasszik. Mama marad, ne gyere be, meg ne gyere erre. Nézel ilyen dolgokat interneten egyébként? Vagy van fogalmad arról, hogy ezek micsodák? Hát ez most nem rémlik meg, nem? Őszintén. Majd megmutatjuk. Megmutatjuk ezeket, te értékelnéd. Na, hogy vagy? Jól vagy egyébként? Minden rendben? Szépen van mit csinálni. Tombol az allergia, mondja erről két mondatot. Mit csináljunk? Nem témába illik, nem ezzel készültünk, csak sokan szenvednek. Van-e valami jó, amit lehet? Hát érdemes megnézni egyébként a keresztreakciókat. Tehát van olyan pollen, ami keresztreagál a paradicsommal, a zellerrel, a petrezselyemmel. Igen, ez egy érdekes dolog. Tegnap Beni almát tevelt, és nem könnybe lábadt a szeme, és ott jöttem rá, hogy de hülye vagyok, almát adok neki. Mert hogy keresztreakcióban, ő allergiás a hársfára. És az, meg almával. És az almával, megette az almát, és egy percen belül olyan rosszul lett tőle, és igen, ott jöttem rá, hogy vannak igen gyümölcsök, amik ugyanúgy kiváltják. Miért világ ez, hogy egy gyümölcstől már rosszul vagy? Mert ha allergiás vagy egyébként, más, hogy Gábor is ezt mondja, akkor keresztreakció, ugye? Élelmiszerekkel, esetleg gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. A tehintej kérdés is ugye itt átgondolandó, stb. Tehát ezek gyakran felmerül. Hagyjad már szerencsétleneket, állandóan előveszed őket, de tényleg. Hogy aki allergiás, az például abban az egy hónapban, amíg április elejétől május elejéig neki akkor virágzik valami is allergiás, abban az egy hónapban kerülje a tejterméket? Hát ha csökkenti, jobban lesz. Nem biztos, hogy a tehintejjel keresztül reagál a pollen, bár ugye az állatok ugye esznek takarmányt, a takarmányban lehetnek pollenek is akár. A tehintej kihagyása általában segíti az allergiás panaszok. Kecske tej, ezt mondják, hogy a kecske megeszi, parlagfű. Jobb tartja a szakma, igen. De igazándiból a parlagfűvet legelő kecske kérdése is egy izgalmas dolog. Lehet, hogy azt inkább a szezon előtt érdemes, tehát már szezonban, már később állat. Szezon előtt érdemes virágporkúrát tartani. Bocsánat, Balázs szót kért. Itt van a kis barátom Ártú, ő is szeretne meg. Megkoszthatod a kristályporrat magát. Figyelj, Gábor, neked volt valami, bocsáss meg, egy szabad vágok, csak annyiszor hozod elő ezt a kecskét, meg a tehenet, meg a tejket, neked volt valami nagyon komoly traumád a gyerekkod, a felrugott valami állat, vagy valami ez a... Igen, hogy felkéreckedett rád egy bika, vagy barátkozni akartál valakivel, és nem jött össze, vagy miért kell őket állandóan, most komolyan. Nem bántam én őket állandóan. Én disznóvágáson voltam egyszer, és a disznó hátsó lábát fogtam. Nem tudom, azt mondtam már. Atya Isten, de miért még oda gyermekkorodban volt, nem? És a másik szabad lábával rád küldött egy jokogerit, vagy rád vitt egy pörgőt? Hát ugye négyen fogtunk egy hatalmas disznót, és a hátsó lábát kellett fognom, de borzasztó volt. Ez egy maradandó élmény volt, és szerintem elment a kedvem mindentől, akkor mindenféle állati terméktől, azt gondolom. Mindig vacilálok, hogy elvigyem el a Benit egy ilyenre, hogy lássa, hogy mi történik valójában, vagy jobb, hogy nem tudja, és egyelőre mindig arra lyukadok, amikor télen elmegyünk egy ilyenre, sokra én se járok, hogy talán jobb még, hogy ez gyerekként nem látja. Nekem aztán fele se tudja, lehet, hogy nekem. Trauma, ugye? Traumát, szóval, hogy nem, nekem. Egy 5 éves gyerek, ez még nem biztos, hogy látni kell. A szúráskor rúgott egyet a lábával, és egy a hatalmas adag. A bőrlérambercomból szúrta magát. harapsz is te rohadnék, igen. És elrepültem gyakorlatilag egy 4-5 méterre. Ez veszélyes egyébként, mert sípcsonttal rúgott majdnem. De szóval nem mindenkinek ajánlom az ilyesmit. Egyáltalán magát a disznóvágás egy izgalmas dolog, de ez Feri mellett elég nehéz ezt és vállalni. Ez megítélés kérdés azért, ez hagyomány, hozzánk tartozik, sokan szeretik, persze. Hát azért ebből jó dolgok. Jól fotold meg azért ezt, hogy hol viszed a belét, érted? Nézd magadtól egy picit balra, akkor láthatod a jövőt, mi lesz belőle.
Elviszem vagy, én vagy egyszer. Éppen Gábor lesz belőle, mert a gyerek annyira megrémül. Hát nagyon sokan vannak gyerekek, akik amikor rájönnek, hogy mi az, amit megesznek, és mi történik az állattakkal, azt mondják, hogy például ők nem akarnak több húst tenni. Én találkoztam ilyen gyerek, aki 7 évesen megértette, hogy mi történik, és egy falat húst nem hajlandó azóta szervenni, nem mondta, hogy nem. Tessék? Mert későn vitték. Lát, minden ha gyereket védőoltásszerűen disznóvágásra 3 évesen. Egy éves korára essen túl az elsőn. Ja. Igen. Tényleg, közben a vidéki gyerekek meg végignézik, akik persze. Ott laknak, semmi bajuk nem lesz. Nyilván a szúrásra nem kell kivinni persze. A gyereket, de ahhoz megtörténik, hát utána már szerintem a feldolgozást azt azért lehet. Nyilván Ferit nem zavarja, hát egész gyerekkorában egy, hogy hívják el, egy megpörkölt malacfüllel a kezében rohangált, miközben hólyagot húsott. Meséltem a fölfújt kiszárított hólyag. Persze, abszolút, de tudod, hogy csont volt a nyakába, és, és azzal is értett. Te hol nőttél föl, Gábor? Budapesten a Havanna lakótelepen nőttem fel. Ha, ott minden a Havannán nőttél fel? Igen. Mondjuk hát ez... ott is vágtak disznót, Gábor, nem? Vagy ez legenda? Egy ős Havanna jel tudja nekünk mondani, hogy legenda vagy nem legenda? Lőrinci, és ez csak most derül ki. Lőrinci. Én ott nőttem fel egészen 20 éves kor, amíg ott éltem. Ha tudtad volna, nem hozott be műsor. Nem, mert hogy általában a hallgatók nagy része vagy Lőrinci, vagy 13. kerület, és mindig ezen nevetik. Te is Lőrinci vagy, tényleg? Igen, igen. Na vágtatok disznót, ha van nem, vagy nem vágtatok? Ez legenda, vagy nem ne legenda? Erdélybe, Székelyföldre jártunk ki, ott vannak a rokonok, és ott... Igen. De sose hallottad, hogy nyerítaló a 7-en? Mert a Havannáról vannak ilyen legendák, hát ezt ugye halljuk. Meg lovat tartottak a 9-en. Igen, hogy nem hallottál ilyen? Hát ilyen szarvasbőgést hallottunk, de... nyilván! Igen, de valaki bebőgött a 6-dik, vagy nyilván. Aztán kiderült, hogy a csaptelepet csinálják. Jó is, az én is laktam panelban, amikor a 8-on valaki gittel a budin, és te a 3-on hallod, hogy nem eszik elég rostosat. És igen, vagy a dohányzó szomszéd alattad kinyitod a budi ajtót, és jön föl a dohányzás. Szóval ez egy nagy kollektív együttélés. De sajnos érzed is. Igen. Na, gyorsan vágjunk bele a mai témánkba, hogy mivel is készültünk, mert sokan használják, sokan élnek ezekkel. Talán valamikor régen egy éve, másfél éve már beszéltünk erről, de nem baj. Biztos sokan nem hallották, meg talán ki tudjuk egészíteni még egy-két dologgal. Nagyon egyszerű a háziasszonyoknak a különböző porokból elkészített leves, a porokból elkészített krumplipüré, a porokból elkészített fasírozott, és minden más, amiről én mostanában talán már egyre jobbat olvasok, de hát ne legyünk álszentek, nem mindenki tud nagy hétvégi húsleves főzésbe belevágni, egyszerű, gyors, megcsinálod, vagy nem akarsz 6 kg krumplit megpucolni a gyereknek, és csinálsz egy krumplipüré port. Mi a véleményed erről? Mire vigyázzunk? Jó, nem jó? Nem egy márkát akarunk kiemelni, nagyon sok márka van. Használjuk, ne használjuk? Mit mond a szakma? Alapvetően mindennapi szinten szerintem ne használjuk. Ezek virtuális élelmiszerek. Ha valaki elutazik valahova és nem tud főzni, akkor nyilván elfogadható. Én azt látom a piac széles kínálatában, hogy vannak jó, vagy jobb, és rosszabb, gyenge minőségű, vagy rosszabb termékek. A gyenge minőségű inkább a beltartalmat érteném, tehát például itt van előttem márkanév nélkül egy olyan termék, amiben durum száraz tésztát tettek, őrült piros paprikát, burgonya keményítőt, hát az ízfokozó, a nátrium glutamát, az ugye mindig ott van. A nagy baj az, hogy ez tejben is nekészül, mert tejben is nekérdezik. Jódozott só, szárított élesztő, ugye az élesztő kivonat szinte mindig benne van. Na most addig nincs baj ezekkel a leves porokkal, vagy különböző ilyen öntett porokkal, amíg igazán szárít a zöldséget. Megérdemli, veled vagyok. Nem voltál rossz, Gábor. Igen. Csánat. Sem egy tapcsőt. Te egy tapcsőt, mert rajta nincs füles, igen, véletlen megnyomtam. Igen, tehát addig nincs baj. Elnézést. Igen. Tehát amíg mondjuk igazi zöldség, valódi zöldség szárítmány van bennem. De attól kezdve, hogy megjelennek benne ezek az egyéb összetevők, mint az ízfokozó, mint a módosított keményítő, mint a tejpor, a tojáspor, vagy tojáslépor, a tejfehérje, a tejcukor, van az, hogy hagymapor, zöld fűszerek, metélő hagyma, fehérbor kivonat, Feri például mit szólnál? Hát fölháborító, kivonat. Hogy kivonják a fehérbor. Te figyelj csak, egy ilyen zacsiban mondod, hogy tök jó, hogy van benne. Most egyébként veled vagyok, Gábor. Ha én lennék a Balázsnál, most oda mennék és megölelnélek, de ritka, ritka nem teszem meg. Igen. Hogy mennyi van egy ilyen zacskóba például a szárított zöldségből? Két ilyen kocka van? Két egy ilyen tehát, na, hogy 1%. Gyerekek, hogy tényleg? Ez a fafülgombás dolog, hogy 1% fafülgomba, azt nézitek? Igen. Arról csak beszélünk, hogy, bocsánat, mondd Feri, csak hogy milyen leves, mi a neve? Márkarév nélkül gombakrémleves. Gombakrém. 1% gombával. Igen. Ezen húztad föl magad. Például ezen, de a másikon is, amit most a Gábor mond, hogy milyen jó, hogy van benne szárított zöldség. 2-1 mikronnyi répa van benne, meg izé. Meg az, hogy gyerekek... Mi a baj vele? Az a baj vele, hogy az, hogy te 1/2 kiló krumplit nem bírsz megpucolni a gyerekednek és megfőzni, hanem hogy ilyen bolt csinálsz. Krumpli püré por? Nem használunk krumpli. Mit miért?
a legnagyobb krumplipürépor elkészítő vagyok. Jaj, nekünk. De miért adsz olyat a gyerekednek? De miért? De mikor? Azért, hogy tudja meg, hogy mi az igazság. Én gyerekek, én bevallom, én csinálok néha krumplipürépor. Hát azért ezt csak túléljük. 99% burgonya pehely. És az az 1%? Na, burgonya pehely. Pehelyhesítik neked a... Mondjad a burgonya pehelyt neki? Hát mondd. Az a baj, hogy ezzel igazán nincs baj. Nem mindig tud az ember, Feri, hát bocsáss meg nekünk kevésbé. Hagyjam ezzel a kettő perc. A Jamie Oliver 20 perces recepteim, hagyjál már ezzel. Gyerekek, fél kiló krumplit megpucolni, mennyi idő? Megpucolni, elővenni, megtalálni a kést. Ja, megtalálni a kést. Meghámozni fél kiló krumplit. A hűtőszekrényből, az egyébként már megpucol, összevagdosott krumplit, utána pedig pucolod a krumplit, és összevagdosod petrezselyben. És 3-4 óráig még főzöd, néha az ember megcsinál egy krumplipürépor. Én elolvastam, annyira szörnyű dolgok nincsenek benne. Én nem mindig csinálom meg. Hát most ez... Hát de most miért nem? Megfogod kis késedet, vagy a krumplihámozó ilyen zöldséghámozót megpucolod. Mert én még élni akarok. De attól élsz, ez az élet, hogy megtermeled azt, amit megeszel. Krumplipürépor, Gábor, mondj valamit. A pehelyhesített burgonya az igazából a maga a pehelyhesítés során nem visznek bele idegen anyagot, nem visznek bele vegyszert, ez egy technológia, ez egy eljárás. Ugye, hogy lehet pehelyhesíteni, tehát kölespehely, hajdinapehely, időnként én is eszek ilyesmit, a pehelyhesítés zappehely, ugye ott a zappehely. Hát igazán ebben olyan nagy probléma nincs, ez egy szárított pehelyhesített termék. A gond az, amikor hozzáteszik az egyéb ízeket, fűszereket, nekem az a gond ezekkel a készétel örleményekkel, hogy olyan ízük van, mintha rendes tápegész intelligens élelmiszer ennél, és az agy olyan sok ízt kap, hogy azt hiszi, hogy kapott mellé tápanyagot is, nem is keveset. Az agy, amikor ilyen ízvilágot érez, akkor azt gondolja, hogy kapott fehérjét, szénhidrátot, zsírt. De akkor ez a sima krumpliból is kaphatja, nem? Vagy akkor ott nem volt. De hát itt is 99% krumpli például. Átvágom a szervezetem, de 99%-os krumplipürével? Annak csak az íze egy picit mű. Én egyszer kóstoltam ilyet, de egész más íze volt. Egy pici olajjal, egy pici fűszerrel, egy kicsit tejfőlem. Kicsit olyan mű íze volt. Én néha csinálom. Nem. Jó, megfőzöd a krumplit, és megcsinálod. Jó, de én ilyen levesporokat meg egyáltalán nem. Tehát az annak én sem kívül, de mondjuk a háziasszonyok, akik bűnöznek és krumplipüréport csinálnak, azzal nem követnek el a gyermekük ellen egy... Egyébként régen a készételporok úgy készültek, hogy lefőzték a készételt, és megszállították. És azt lecsomagolták. Tehát most a pehelyesítés ez gyakorlatilag egy tartósítási eljárás is. Igen, egy tartósítási eljárás. Most már ugye összepakolnak egy csomó ilyen mozaikszerű elemet, és ebből készül egy összetett élelmiszer. De ezeket fel is lehet javítani egyébként a hétköznapok. Tehát most egy tasokos leves nem feltétlenül kell abban a formában elfogyasztani. Ahogy én azokban valahogy kevésbé hiszek. Szólok az anyósomnak, és csinál egy jó húslevest, én azokban kevésbé hiszek. Nem mondom, hogy baj van velük, nem mondom, hogy rosszak. Levesben azt nem. Tartsatok anyóst. Na most tényleg meg vagyunk azon, hogy 2016-05 a lejárati ideje, és ebbe semmi nincs, szerinted? Hogy csinálják azt, hogy ez egy évig jó, de úgy, hogy ez már mondjuk 4 éve polcon van? Na? Ezek szárítmányok, ugye magas a sótartalmuk, elállnak. Kiszárítod, és akkor jó. És ugye olyan lezárt fényvédő csomagolásokban vannak. De figyelj, ez biztonságot ad, mert ki tudja, hogy 2016-i például Balázsnak lesz kedve főzni. A tasakos veles meg ott van. Jó, nem gyerekek, nem ezzel van a bajom, csak azzal van a bajom, hogy mindig mondja a Feri ezt a 10 perc, meg 3 perc, és ez a krumplipucolás tényleg kettő. Csináljuk krumplipürét 3 perc alatt. Nem, mondom, én a Jamie-nek egyszer megpróbáltam a fél órás receptjéből megcsinálni egyet, másfél óra után izzadva álltam a konyhába, és sehol se álltam. Tehát nektek, akik rutinosan mozogtok a konyhában, mind... a krumplipucolásról volt. Nem hallottam még öt, hogy receptre azt mondtad volna, igen, na jó, ez egy kicsit hosszabb. Minden 2 perc. De a krumpli pucolás, tényleg 2 perc, ne húzd már föl. 4-en vannak, az legalább 8 krumpli. Aha, az 2 perc. Láttad te már Balást krumpli pucolni? Mondjuk nem, ez igaz. Akkor fél óra, amíg észreveszik, és ennek a másik oldalán van az élet. Nem, csak a krumpliból nálam magyaró lesz. Tehát nekem nagyon sokat kell megpucolni, mert nagyon sok marad a jelben. Magyaró burgonyát csinálok. De képzeljétek el, hogy nem túl rég néztem az egyik üzletben, hogy túró ízű sütemény volt, és azon gondolkodtam, milyen az a túró ízű sütemény, amiben nincs túró mondjuk, és az volt beleírva, hogy túrópor
van benne. Tehát most már ilyen porított élelmiszerek vannak. Ezek tényleg nem. Szalonnapor, a zsírpor, na hát az tojáspor. Csúfolás a élelmiszer. Előbb-utóbb kolbász, tehát füstött kolbászpor is lesz. Egyetek sokat belőle, én maradok a klassziknál. Visszatérve, hogy mi van az aggyal, amikor ezt érzi? Tehát a szervezet azt gondolja, hogy akkor átvágtuk mondjuk egy ilyen porral, és közben nem kap valódi tápanyagot? Igen, igen, fontos, hogy az íz érzékelő rendszerünk, az ugye összeköttetés van az idegrendszer meg a testünkkel. Tehát hogyha egy telt ízt érzünk, a testünk, az agyunk úgy érzékeli, hogy értéket vittünk be. És ezt a rendszert csapjuk be, amikor túlízesített, telt, harmonikus ízkaraktereket viszünk be a szervezetbe, az agy boldog. Az agy boldog, végre ettünk. Végre a test megkapja, ami jár neki. Ehelyett ugye egy ízesített valamit kap, és becsaptuk a szervezetünket, és az agy egy idő után talán rájön, a test is rájön, hogy hiányállapotok alakulnak ki. Tehát ezek ideig, óráig lehetnek egy-egy alkalommal megoldások, sőt nem, még arra sem megoldás, csak egy átmenet, de leves, illetve főzelék, vagy készétel örleményekben ne gondolkodjunk, azt gondolom hosszú távon, mert tápanyag hiány áll elő, hogyha nem visszük be azokat a zöldségféléket. Ugye ebben van 3-4-5% zöldség. A szervezet úgy érzékelte, hogy ettem egy jó dúz zöldséglevest. Uh-huh. Meg van győződve az agyunk, hogy bevittük az ásványokat, a magnéziumot, a cink, a réz bőven van ebben, hiszen olyan íze van. Olyan íze van, mintha telt zöldséglevest tettünk olyan rengeteg zöldséggel, főleg, hogyha mi időnként szoktunk enni igazi zöldséglevest, akkor az agy sajnos nem tud különbséget tenni egy határig, hogy ez most melyik fajta. Most az igazi nagymamám zöldségleves, ami tele van petrezselyemmel, fehérjépával, stb., vagy egy műleves. Sajnos be lehet csapni az agyunkat, és ez végveszélybe sodorhat. Az ilyen műkaják, ha már beszéltünk az allergiáról, nem lehet összefüggés? Hogy aki sok ilyet eszik, annak mit immunrendszere allergiás lesz? Aki folyamatosan vagy folyton ilyeneket eszik, ott szerintem van összefüggés. Az ízfokozók előkerülnek, és egyszerűen hiányállapot áll elő. Ugye itt az allergéneket föltüntetik, tehát ki van vastagítva, hogy ez már fel is kell. Ilyen szempontból vannak benne allergének. Kifejezetten betegséget nem okoznak ezek az élelmiszerek, csak becsapnak, és a becsapás következménye hosszú távon a hiányállapot. Szóljál, ha krumplipürét akarsz csinálni, hozok neked hámozott krumplit, jó? Én élnék ezzel a lehetőséggel. De nekem az anyám megcsinálja, anyusom megcsinálja, Viki megcsinálja, én néha csinálok egyet. Hát most lassan a gyerek is megtanulja. Én imádom, én nem eszem sok szemetet, azért azt tudjátok rólam, kényesen elkerülöm, de én a krumplipüré porral néha bűnözöm. Mert szeretem, mert ízlik, én látod, átvágom a testemet. Már látod, már magába zárt ez az egész világ. Látod, már a műkajákban tudsz csak tagzódni. Én a nagy műkaja fogyasztója, a nagy gyors étterem, mert zabáló én. Mészter szintetikus. Ki ünnepi a születésnapját a McDrive-ba? Az jó, de az a pontgyűjtőkártya miatt. Az igaz. Kellemeset hasznosra. Ki ünnepli dupla sajtburgerrel a szüli napját, érted? Szóval, a születésnap csak egyszer van egy évben. Ez is igaz. Kösz, Gábor. Mi lőrinciak tartjuk. Gábor, azért most annyira jó témát hoztál szívemhez közel álló, ezért te választhatod a holnapi receptet, hogy spárgás eper legyen salátában, vagy pedig egy friss zöldséges kuszkusz. Melyiket választod? Ez a friss zöldséges kuszkusz, ez jó. Nagyon jó. Ahhoz és nincs bennük hús? De, sem. Ahhoz vadkacsacomb van. Jaj, nekem. A másikhoz megízi van. Vadkacsacomb. Bemész bármelyik piacra. Végén, jaj, vadkacsacombot, ha maradjál. Gyerekek! Kezd el durrani az agyam felé. Hagyd abba ezt a bemész bármelyik piacra, és a kedvenc, nem tudom, a zöldséges mert... Végy egy sörétes kétsövűt. Menjél ki az atai jó rektó parkára. Jó, elmennék a hentesem, hogy elnézést, uram, szeretnék vadkacsacombot, úgy külden el a jó édes anyába. Vedd fel a stüssi vadás kalapodat. Halashoz menjél, ott van. A halashoz menjek. A halasnál van nála vadkacsacom. Most kipróbálom a Török Bálint testet. Fél kiló vadkacsacombot. Ne, a hentes, ez nem ennyi. Anyádba menjél, te rohadt. Ezt mondaná nekem. Eperleves fej. Mit? Eperleves. Vagy mi volt a másik? Az spárgás eper, az még jobb, mert ahhoz spárgás gyönyörű... Spárgás eper. Igen, fél. Ahhoz gyönyörű csontos tarja van. Jó? Jó, mit reggeliztél, Gábor? Árpakását, fügelekvárral. Az is biztos. Fügelekvárral. Mi van, már ennyi fügelekvár van? Múlt héten is azt tettél. Nem. Nem? Szárított füge? Füge volt a múlt héten. Aztán nem emlékszem már, mi volt. Datóját szoktam időnként. De ezek lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy na hát miért nem valami hazait, azért egy kis almát, körtét is ettem hozzá, tehát így, és egy kis áfonya lekvárt,
pici kis csicsok a sürítménnyel megédesítettem, és hát így... Így költöttem el ezt a ma reggel. Jaj, csoda, hogy kicsattansz. Nem, te bevilági vagy, de pont ezért szeretlek. Jó, tehát figyeljük az összetevőket, ne túl sokat, de nem követünk el nagy bűnt, ha esszük tulajdonképpen. Igen, mindennapi szinten igyekezzünk azért házilag. Mindennapi szinten nyilván. Jó zöld seglevest készíteni. Kuktában például. Gábor, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És akkor két hét múlva folytatjuk. Jó? Jövő héten. Jó kitelepülés nektek. Köszönjük szépen. Jövő héten ilyenkor csak mondom, Salgótarján főtér, május 14-e a turné utolsó előtti állomása. Tehát ott lesz. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.